Radnai Csilla, Barti Gergely és Nagy Ervin van velünk itt a színpadon. És Szabó Ádám, akit háromszor fogtok vagy fognak hallani a mai estén. Hogy ez a nagyon erőteljes, nagyon határozott zene, ez szerintem állatira illik Czóbelhez. Én csak egy-két várost írtam ki, Bergen, Párizs, Berlin, New York, és ezek csak helyszínek az ő életéből, de hogy utazás, és hogy azért ő most nem tudom, mennyire rövid vagy hosszabb időre, de azért a festészeti kánon csúcs közelébe is volt. Mielőtt elindulna a felolvasás, szerintem egy picit melegítsünk be, és talán arról beszéljünk, hogy hogyan indult ez a pálya. Első idézetünk az nagyban kapcsolódik ehhez, Telsánszky Józsi Jenőnek a Félbolond című regényéből való. Czóbel Béla az egy pesti gyerek, szintén, mint én. Úgy tartják itten tehetséges festő. Amikor először járt Bányán, ilyen elegáns ruhában jött. Ezt folyvást féltette, hogy befestékezi, beolajozza, bekrétázza. Annyira idegesítette ez, hogy egyszer az iskola szeme láttára, mint egy őrült, neki esett festékes ecsettel a ruhájának, és bepacsmagolta. Nesze neked elegáncia, engem nem zavarsz a munkámban. Most ehhez képest a következő fotó, amit lehet látni, mindjárt ez körülbelül másfél évvel később készült, egy barátja, Ciffel Sándor készítette a rajzot, hát lehet látni, hogy már korán sem volt annyira elegáns, nagyon-nagyon vagány szerintem, majdnem olyan, mint egy rockstar, vagy hát nem is tudom, egy ilyen grunger. A 2015-ben New Yorkban rendeztek egy nagy kiállítást a Steiniknek a gyűjtő szenvedélyéről, és ebben én is bedolgoztam magyar részről, és magyar kép is ki volt állítva, és akkor a szervezők, az amerikai szervezők, az egyik kurátor, az elvitt engem a Rue de Fleurus 27-be, tehát ez még ma is létezik ez a lakás, francia házaspár lakja, nem lehet amúgy bemenni, de velük be lehetett menni, és hát fantasztikus érzés. Ez egy sokkal kisebb lakás, mint mondjuk onnan az ajtótól idáig, és tel is tele volt Matisse-szel, Dürennel, Picasso-val, föl volt tapétázva az egész fal, tehát ezt így kell elképzelni. Gertrude Stein. A szoba hamarosan nagyon-nagyon megtelt, és ki mindenki volt ott. A magyar festőknek és íróknak egész csoportjai. Egyszer történetesen valami magyar idevetődött, és az ő révén szányra kelt a Rue de Fleurus 27 híre. Egész Magyarországon, minden faluban, ahol csak egy ambiciózus fiatal ember élt, hallottak erről a házról. És attól kezdve az illető élet célja lett az, hogy oda kerüljön. És sokan valóban oda is kerültek. Mindig ott voltak, minden nagyságban és alakban, a jólét és szegénység minden fokán. Némelyik közülük elragadó, a másik egyszerűen nyers. Hébe korba pedig egy megnyerően szép fiatal paraszt. Ami kapcsán majd meghallgatjuk a következő idézetet, az az 1907-es Salon des Independants-on töltött látogatásuknak volt köszönhető. Itt megnézték ezt a festményt, Henri Matisse-nek a híres kék aktját, amit később meg is vásároltak. Ezzel kapcsolatos a következő idézet. A Matisse-szal egy szobában, egy válaszfallal kissé eltakarva, ott volt ugyanennek a képnek egy magyar változata, bizonyos Czóbeltől. Emlékeztem is rá, hogy találkoztam is vele a Rue de Fleurus-ön. A függetlenek szerencsés megoldása volt, hogy a heves tanítványt a heves, de mégsem annyira heves mesterrel szemközt helyezték el. De hogy mondjuk most éppen megidéztünk egy képet, és hogy ez is, ugye? Tehát, hogy egyszerűen ez az az időszak, amiből a képek elvesztek, és ezeket nem találjuk. Hát ebből a felolvasásból is lehetett érzékelni, tehát az, hogy még a Gertrude Stein is így emlékszik vissza rá, hogy még hevesebb a Matisse-nál is, hát el tudjuk képzelni, hogy ez egy milyen kép lehetett. Ebben az időszakban Czóbel összesen 8 aktképet, 907-8 körül, összesen 8 darab aktképet állított ki Párizsban. Ez az, amiről tudunk dokumentálva. Hogy mennyit festett, azt nem tudjuk. A 8-ból egy darab sincs, mutatom, ennyi. Tehát nincs, egy darab sincs meg belőle. Tehát ez most olyan, mint amikor a Beethoven 9 szimfóniájából egy sem lenne meg.
hova tennénk a Beethovent? Fontos zeneszerző lenne? Bizonyára nem annyira. Ugyanez a helyzet a Zobellel is. Tehát, hogy a legfontosabb művei vesztek el, ennek nagyon örülök, ezt a bölöni hagyatékban találtam ezt a fotót néhány évvel ezelőtt. Korábban azt hittem, és heuréka élményem volt, hogy na, megtaláltam azt az aktot, amiről a Gertrude Stein is ír. Most már nem vagyok benne biztos, lehet, hogy ennél egy sokkal vadabb kép is volt. Zobell szörnyű önző ember volt. Bornemisza Géza visszaemlékezése. Steinéknél vagyunk. Én Picasso-val beszélgetek, akkor nem volt szokás bemutatkozni. Én tudtam ki, ő nem. Később megjelent Zobell. Kérdezi tőle Picasso, ki vagyok én? Zobell, un grand. És legyintett. Zobell kiírta a műterem ajtajára, kopogjon az ajtón, aztán mondja a nevét, legyen szíves. Csak így nyitott ajtót már annak, akit neve után be akart engedni. Egyszer Perlott Csaba megviccelte, kopogott és azt mondta, hogy pénzkiordó, erre Zobell azonnal kinyitotta. Jó, tehát ez egy gyakorlott szokása volt Zobellnak? Ez abszolút, ez egy bevett szokás volt nála, mert a következő idézetben is fogunk szerintem erről hallani. A következő idézetek nagy része Bölöni Györggyel való kapcsolatáról fog szólni. Hát, aki nem tudja, hogy ki volt Bölöni György, dióhéjban csak annyit, hogy elsősorban Adival szokás őt összehozni. Adinak az egyik legjobb barátja volt. Később az 50-es években ő írt egy nagy könyvet, az Igazi Adi címmel. Ebben az időszakban Párizsban ők sülve-főve együtt voltak, és hát a Bölöni, mint főleg ezekből a levelekből és idézetekből kiderül, mert ezt máshonnan nem nagyon tudtuk, ő egy díler volt, méghozzá Zobellnek a képeit árusítgatta, tehát hogyha valakinek kinyitotta az ajtót, akkor az a Bölöni volt, mert ő rendszeresen pénzt hozott. Zobell Béla levele Bölöni Györgynek, 1908. november 8. Párizs. Kedves Bölöni, mellékelem a kívánt igazolást, ettől eltekintve önnek a legnagyobb köszönettel tartozom, és egy vászonnal, ami még mindig nem készült el. Jöjjön el hozzám, ha ideje engedi, így közelebbről megbeszélhetjük ezt az ügyet. 12 órakor délben a legalkalmasabb, de bármikor rendelkezésére állok, kérem a kopogásánál nevét bemondani. Sok szeretettel üdvözli, Zobell. Igen, és most ugye egy mondat következik, hogy ő maga hogy látta az akkori szerepét, vagy az akkori helyét. Aztán mi is volt még? Kezdtem szerepelni a Salon de Tomba, az Independentba, a kiállításokon a legjobbak mellé kerültem, az iramot azonban nem bírtam. Hát ez az egyetlen egy mondat, amit találtam azzal kapcsolatban, hogy azért az, hogy ő kikopott a köztudatból, azért valamennyire ő is hibás volt, mert hogy itt az izmusok egymást váltották. Ugye az fóvizmus után jött a kubizmus, ő már abban nem szerepelt. Ez nyűgözte le Matisse-t 1907-1908 körül. Zobell egy kitűnő festő volt, aki tudott festeni, ha nem kellett mennie háborúba, mint mindenkinek. Azóta tehetségének tüzét kiadva Párizsban visszatért nyugodtabb formákhoz, de talán kevesebb sikerrel. Párizsban maradt. Számomra nagyon szimpatikus kolléga, és azt gondolom, ez az érzés kölcsönös. Ritkán találkoztunk. Egy párszor kiállított, de alig volt meghirdetve. Elszalasztotta az alkalmat. Megtermékenyítő kiküldetését elvégezte, már senki sem volt rá kíváncsi. Szóval, hogy ez mindenképpen nagyon-nagyon furcsa, ez a fajta háttérbe kerülés. Ugye itt az első fejezetünknek az utolsó szövege majd egy levél lesz Picasso-tól, aki szintén érthetetlen módon áll a helyzet előtt. Pablo Picasso levele Zobellhez, 1956-ban Zobell párizsi kiállítása alkalmával. Kedves Zobell Bélám! Emlékszem a Salon de Tomb és a Salon de Independent Fauve termeibe kiállított vásznaidra. Most akkori sikereidet kívánom neked. Hogyan lehetséges az, hogy ebből a korszakból nem képvisel téged egyetlen kép sem a fauvok között? Szívélyesen üdvözöl, baráti készszólítással, Picasso. Thank you.
Következő nagy Ady Endres. Ady Endre, a hotelszobák lakója. Öreg legény, boldog legény, haj, nem sújtja soha tűzhely bánat. Egyedül él és sorra lakja olcsónak is hotelszobákat. Öreg legény, boldog legény, haj, magtalanul, bölcsen, keserűen. Öreg legény, boldog legény, haj, egy szép napon, ha összeestem, nem lesz kázus, pincér jelenti itt, vagy Svájcban, vagy Budapesten. Öreg legény, boldog legény, haj, 36 szám, harmadik emelet. Az 1900-as évek elején követtük nyomon eddig Czóbel Béla életét. Ugye Ady 1904 és 11 között talán emlékeznek a tanulmányaikból, 7-szer járt Párizsban. A Pictura Babel. A Société des Artistes Indépendants 23. kiállítása kínálja magát Párizsban. 5406 új kép és szobor, majdnem 1500 ember. Franciák, oroszok, németek, skandinávok, olaszok, spanyolok, lengyelek, 100 fajta amerikaiak, csehek, magyarok, balkániak. A Sürdük Kurlerenben, ahol a kiállítás áll és dúl, ők maguk a közönség nagyobbik fele. Mennyi borzas, zilált, sápat, rossz ruhájú, szomorú, kényes figura. Bevallom, én nem értem, csupán csak csodálom ezeket az embereket. Olyan szép, nehéz és bús az élet. Olyan mindegy a publikumnak Irkutszkban és Párizsban, hogy a kis pizzárokból lesznek a nagy pizzárok, és ők kifogyhatatlanul jönnek minden ünnel. Éppen egy magyar fiú például az idén a Függetlenek egyik legvadabbja. Én ben vagyok a terembe az ő képei előtt, ő az udvaron, a szajnát bámulva rágja a pipaszárát. Egy vén kifestett, hamis fogsorú, bulvár színházi díva kerül mellém 6 lovagjával. Röhög a képeken, s a vénkecskék velemekegnek bántóan hangosan. Akit ez a vén szatyor az ő lovagjaival kiröhög, az a legfanatikusabb, legbecsületesebb gyermek Herkulesek közül való. Úgy festeni, mint más, nagyszerűen tudna, de ez a legény keres és szűz csúcsokra tör. Menjek ki, és tanácsoljon neki, hogy szívja ki a pipáját, s ugorjék a szajnába. Ki nevetne, mert ezeknek nem fáj az ilyesmi. Nem értem őket. Elferdült embereke vagy bölcsek? Tele vannak ellentmondásokkal, rejtelemmel, gyöngeséggel, s néha zsenialitással. Arra is emlékszem, hogy akkor volt kiállításom az Indépendantba, és adtam jegyet Adinak, hogy nézze meg. Ady el is ment, és mikor kérdeztem, hogy hogy tetszettek a képeim, azt kérdezte tőlem, hogy ezt én komolyan csinálom-e. Én kérdezhettem volna tőle, hogy komolyan írja-e a verseit. Nem kérdeztem. Igen, tehát hogy adódik a kérdés, hogy most kiértettem meg jobban a másik művészetét. Lehet, hogy talán Czóbel pontosabban tudta olvasni Ady verseit, de valahogy mégis a következő levelekből az fog kiderülni, hogy valamiféle barátság, valamiféle kapcsolat, ami szorosabb, mint egy ismerettség, azért kialakult kettejük között. Bölöni György levele Itókához, Párizs, 1908. július 18-a. Ma este Czóbelt várom magamhoz. Dodó mégis rászánta magát a képvásárlásba, s Czóbel is hazakerült a tenger mellől, Honfleurből. Most írtam neki, hogy nyélbe lehetne ütni a kép eladását. És egy két nappal később jön elő? Szombat este Czóbel fenn volt nálam, s végleg megkötöttem vele a rettenetes nagy vásárt a két képért 200 frank erejéig. Sajnálom Dodóéknak, mert még ma is az volt a fő érdeklődés, hogy hát, ha nem éri meg azt a pénzt. Lévén nem vászonra, hanem vastag papundeklire festve. Czóbellel aztán kémeri bor mellett elpityizáltunk, s felmentünk Bandihoz a kis bárba. Ugye itt arról szól a történet, hogy a Bölönyi, akit Bölönyinek hív egyébként Czóbel, ő megpróbál mindenkit rávenni, hogy vegyenek képet. És hát annyira látszik, hogy nem értenek hozzá, hát a Léda is most azt mondja, hogy papundeklire, tehát kartonra van festve a képek, hogy az filléreket se ér. Hát azért, hogyha ma elmegyünk egy árverésre, és mondjuk megjelenik egy Ripronai kép, a Ripronai általában kartonra festette a képét, és mondjuk 50-100-150, itt van kizőbb a kanta a körünkben, tudja, hogy milyen árakon mennek el a képek, tehát szóval az, hogy kartonra van festve valami, az nem jelent semmit.
Párizs mellett máshol is találkoztak Adival. 1907-től kezdve gyakran jártam ki Nyerges Újfalura, Kernstockhoz dolgozni. Tudom, hogy Adi is többször járt nála, egy ízben talán 1908-ban, vagy meg lett 1913-ban, együtt voltunk ott pár napot. Este kivittek bennünket szekéren a borospincékbe, hajnalba tértünk vissza, emlékszem, útközben a francia költőkről beszélgettünk, többek között Mallarméről, kit legnagyobbnak tartottam. Adi azonban, ha elismerte is kiválóságát, magát jóval fölötte lévőnek tartotta. Egy interjúban még érzékletesebben fogalmazott, kimentünk a pincébe, beszéltem vele költészetről, ő mindenkit lebecsült, ő volt az egyedüli, említettem Mallarmét, senki nem volt neki, csak ő létezett, hát igaza is van talán. És akkor most ugyanezt a történetet, ritkán lehet ugye több oldalról megismerni a történetet, de akkor most Kernstock Károlytól hallgassuk meg, mármint Ervintől. Kernstock Károly. Igen? Na hát. Este hivatalos voltam egy pincemúrira, nyergesen ez szokás volt, különösen meleg, szép szeptemberi napokban. Hát nagy társaság volt kint egy nyergesi nadrágos polgárnál, többek között a veje is, egy járásbíró. Ez az eset 1912-ben volt, nálam volt Czóbel Béla is. Este megyünk ki a pincébe, Bandi és Czóbel is. Ott Adit úgy szóván senki sem ösmerte, még hírből sem. Adi eleinte jókedvű volt, szívesen kocintott, tegezte az embereket, és nagyokat ívott, egyszer csak felkér a járásbíró, vő és pityókásan felköszönti a magyar költőt a hegylevével, hogy idézi egy gyönyörű versét, és elmondja jóhiszemű magyar úri butasággal Pósa Lajos valami együgyűség. Bandi elkomorodik, nem szól egy szót se, aztán a fülembe súgja, hogy menjünk innen. Kocsira ültünk, én és a kocsi gazdája elől, Bandi és Czóbel a hátsó ülésen. A társaság hangtalan volt, de a mély út és a jóbor mindent kiengesztelt. Egyszerre nagyot kacagtunk, és megszólalt az egész kocsi hangos összevisszaságban. Így hallom, Bandi mondja Czóbelnek, ó, az a Mallarmé, azt tudod, nem volt költő. Költő az én vagyok, mert én egy zseni vagyok. Az csak költő. De Bandi, mondta minden jelző után Czóbel, és nagyokat csuklott. Bandi nem hagyta magát, ez a Mallarmé, az csak verseket írt, de nem mondotta azt, amit én, mert én zseni vagyok, ismételte. Szóval nagyon be volt rúgva, nem ivott, igen. Egyébként. Irodalmárok művészettörténészek egy-egy. Szóval nagyon be volt rúgva, és mindenre nevetve csak annyit mondott, no de Bandi. Igen, na most lekerekítenénk ezt a fejezetet, és én már csak egy verset hagytam Csillának. Adi Endre sípja régi babonának, Kernstock Károlynak baráti szeretettel. Csak magamban sírom sorsod, vérem népe, magyar népem. Sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár közepében, már menőben bús világgá, fáradt lábbal útra készen. Körös körül kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak. Nótát sípol a fülembe, sípja a régi babonának. Édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak. Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az úr veretlen. Uralkodást magán nem tűr, szabadságra érdemetlen. Ha bosszút áll gyáva, lankadt, s ha kegyet áld, rossz, kegyetlen. Üzenhettek már utánam Kézsmárk hegye, Majtén síkja. Határszélen botot vágok. Vérem többé sosem vissza veszett népen veszett földje. Sose nézek többet vissza. Nagyon szépen köszönjük. Most Czóbel a nőtlen nős. Most jön Czóbel két házasságának a története. Itóka Párizsban kelt levele Bölöni Györgynek 1907. március 24-e. Már megint megzavartak. Strahon Nelly és a popóarcú fiú kísérője járt itt. Fecsegtek. Néztem őket. Arra gondoltam, milyen találóan ítélted meg ezt a tót leányzót. Czóbelt epésen szitta, minden jó tulajdonságot elvitatott tőle, hanem gonosz rosszakkal ellátta bőven. A popóarcú Czóbel utód kontrázott. Majdnem mulatságos volt őket hallgatni.
Azért igen örültem, mikor elmentek. Úgy adná magát, hogy ez a popó arcú Czóbel utolt. Czóbel levele édesanyjához, 1911. április 6-a Montmorency. Jól mondtam? Montmorency. Édesanyám Párizsból Montmorency-ba tramway vezet ki, alig egy órai út, 55 centimba kerül, ebből láthatod, hogy nem lehet nagyon messze. Alkalmasabb és szebb helyet nem találhattam volna, a csomag épp egy hete vasárnap reggel érkezett meg, még mindig tart, és valószínű még egy hétig lesz ennivaló belőle. A sonka kitűnő, még egynek nagyon örülnék, ha nincs szükséged rá, úgy küldjed ki a függőhálót. Itt a kertben nagyon jó volna. Már berendezkedtünk itt, ez nagyon igénybe vett bennünket, és azért késett levelünk. Szeretném, ha minél előbb kijönnél. Az aranyórát is, ha nincs ellenedre, küld ki. Az órámat már nem lehet megigazítani, és én nem tudom az időt, a kint dolgozom. A hálóhintával még egy takarót küldhetném, meg egy kis vánkost a gyermeknek. Ismétlem, azért nem írtunk, mert a hurcolkodást nagyon igénybe vett, különösen nőmet, miért is elnézésedet kéri. Számtalanszor ölel és csókol szerető fiad, Béla. Itt most örülök, hogy együtt vannak, de utána van itt Hollandia, meg majd lesz Németország, meg Párizs. Ott Czóbel már egyedül, ha jól emlékszem. Tehát, és közben gondolom, volt egy elválás. Hát ugye, amikor kitört a világháború, akkor ő egyedül ment Hollandiába, mivel a feleség az nem volt elenséges államnak az állampolgára, ők Németországba mentek a lányjal, úgyhogy tulajdonképpen Hollandiába egyedül tengette az életét a Czóbel. A nyári szünetekben együtt voltak, de ennyi, tehát tényleg egy távkapcsolat volt. Aztán a 19-től 25-ig Berlinben volt, akkor már együtt voltak megint egy pár évig, de akkor el is váltak 25-ben. Erről szólt, ha jól emlékszem, a következő idézet. Gráber Mici visszaemlékezése. 1925-től egy fődél alatt laktunk Párizsban, az Hotel Notre-Dame-ban, alig, hanem akkor lehetett élete mélypontján. Családját elhagyta, kis vagyonát elvesztette. Párizs nem fogadta a régi elismeréssel. Na most, hát ez a nőtlenség, ez elég érdekesen jelent meg a festményeken. Ez, amit itt látunk, ez egy aktkép. Az ember azt gondolná, hogy itt sorban álltak a női aktok, akikkel lefestett. Egy rádióinterjúval mesélte, hogy ő vett egy marionett bábút, és egy ilyen manneken bábút, és azt festegette. Egyébként ez most következő kiállításunk április 25-től itt lesz. Ez több mint 40 jelen volt Magyarországon ez a kép, úgyhogy ez most megérkezik. Na most azért mutatok egy pár fotót a modelljeiről, lehet, hogy jobban járt a manekennel. És egy korabeli selfie, ugye akkor még nem tudták megfordítani a kamerát, így hogy tükörbe fényképezték magukat. Szintén egy modell lehetett valószínűleg ez a hölgy, nem tudok róla semmit. De térjünk vissza az Isolde Dye-ra. Tulajdonképpen valószínűleg szépen vártak el. Ez az Isolde, ez egy művelt, okos, intelligens asszony lehetett. Kedves Béla, nagyon beteg vagyok, rosszul érzem magam, és úgy hiszem, már nem élek sokáig. Nagy gondban vagyok Liza miatt, és attól félek, hogy halálom nagyon meg fogja rázni. Én mindent megtettem érte, és ő velem sokat veszít. Talán mindent. Ezért az az utolsó kívánságom, hogy most te törődj vele, bátorítsd, és segíts neki, amennyire csak tudsz. Pénzzel, ha lehetséges, hogy ne kerüljön függő viszonyba a férjétől. És néha-néha szerez neki örömet. Annyira szeretne tőled egy képet, és én reméltem is, hiába, hogy az esküvőjére ajándékozol neki egyet. Ő békességben él a férjével, aki azonban nem tölti ki Liza életét, és nem érti meg. Egyszerű emberektől származik, nagyon primitív és kispolgári, jól lehet balettmester. Egy takarékos német, aki, mivel Liza maga is keres, sokkal kevesebbet a férjénél, csak zseppénzt ad neki. Lizának ez nagyon rosszul esik, és erején felül dolgozik. Saját munkáján kívül segít még férjének a rendezésben, gondoskodik a kosztümökről, a csoportról, és még a saját háztartását is vezeti, főz és gazdálkodik. Hát ez természetesen túlságosan sok. Nincs értelme erről bármelyikünknek is írni.
Ez csak rossz hangulatot és békétlenséget okozna. Lizával erről már beszéltem. Most az a legutolsó reményem, hogy segítesz neki, ahogy tudsz, mivel annyira egyedül van. Velem együtt elveszti idősebb, jóságos rokonait, mint Anna, Villi. A fiatalabb rokonokkal nem volt alkalma megismerkedni, így idegen embereknek van kiszolgáltatva. Lizától hallottam, hogy sikered van Párizsban. Ennek nagyon örülök. Remélem, hogy teljesíted Lizával kapcsolatos kívánságaimat és reményeimet. Utolsó szívélyes üdvözlettel, Izolde. Itt hagyok néhány dolgot, ami tőled van. Én azt gondolom, hogy azért mindenképpen egy két szót mondjunk Bodog Máriáról. A megismerkedésüket, egy visszaemlékezést, Grábán Margit emlékezését fogjuk nem sokára hallani, tehát ő egy férjesasszony volt, amikor megismerkedtek, és ha én jól tudom, akkor először járt ki Párizsba, tehát először Modok Mária volt, aki, ez a nagy szerelem, Modok Mária volt, aki kijárt hozzá, majd pedig Czóbel költözött haza Magyarországra, és keveset mondok azzal, hogyha azt mondtam, hogy ez egy nagy szerelem, ugye? Egy nyáron Lehel Ferenc vendégeként megjelent Szentendrén Czóbel. Mária egyből beleszeretett. Elvált a férjétől, kiment Párizsba, és Czóbel feleségül vette. Czóbel bizony árnyékot vetett rá, de ő szerette ezt az árnyékot. Mint egy meleg kendőt úgy vette magára. Feleség volt, úgy vélte, a legnagyobb magyar festő felesége. Modok Mária önként tűnt el a férje árnyékában. Bűbályos kis képeit kevesen ismerték. Mire kiállításra szánta el magát, megbetegedett, és bénultan feküdt még sokáig tehetetlenül. Évekkel halála után egyszer felhívott Czóbel telefonon, és elmondta, hogy kirakta a felesége képeit a műterembe, és el van bűvölve tőlük. Azt se tudom, mikor festette mindez, de hát tudja, én milyen vagyok, csak magammal törődöm. Talán, ha Mária látja, mennyire becsülöm, nyugodtabban hal meg. Ez így nem igaz, Czóbel magával is keményen bánt, egyedül a művészettel törődött. Viszont a mércét olyan magasra tette, hogy egész életében minden erejével meg kellett feszülnie, hogy elérhesse. Küszködve dolgozott, és sohasem volt elégedett a munkájával. Szépen köszönjük Radnai Csilla, Szabó Ádám, Barti Gergő, Nagy Ervin nevében. Köszönjük szépen!